kettesével járnak szolgálatba a lovas polgárőrség tagjai. A családias hangulatú szerveződés nagyon komoly feladatokat lát el, olyan dombos, erdős, esetleg sziklás területeken, ahová gépesített alakulat nem képes bejutni. Nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy Tolna megyei polgárőrszövetségnek van egy ilyen tagozata, hogy a lovas polgárőrök. És ennek a, mondhatom azt, hogy olyan közel 90%-a fiatalokból, hölgyekből áll. Ők azok, akik a külterületen besegítik a egyéb más nehezen járható, gépjárművel nehezen járható területeken, nagyon aktívan tesznek polgárőrszolgálatot, aminek van nagyon-nagyon sok eredménye, és még egyszer mondom, nagyon büszkék vagyunk rájuk. A megyei polgárőrszövetségnek van egy szűkös kerete, de a szűkös kereten belül tisztességesnek tűnő, tehát az a pénz kevés, amit adnak, mindig több és több kell, tisztességesnek tűnő működési támogatást adunk egyesületeknek, egyesületen keresztül pedig a lovas polgárőrnek. Ezen kívül az országgyűlés elnöke dr. Lezsák Sándor szívügye a lovas tagozat, és az országos polgárőrség külön funkcióként kap működési támogatást a lovasokra, ami országos szinten nem is olyan nagyon kevés, 45 millió forint. Na de ez néha azért kevésnek tűnik, mert ilyen-olyan-amolyan hiánypótlásokra a Tolna megyei polgárőrszövetség költségvetéséből adunk pénzt, hogy sikeresen tudjanak működni. A távlati tervek között szerepel, hogy a tagozat bővüljön. Minél több fiatalt szeretnének a soraikban tudni, és ápolni a polgárőrség intézményének hagyományát, mert tevékenységük, mint fogalmaztak, roppant fontos. Maga a puszta polgárőr megjelenés egy visszatartó erő. Nem tudjuk, hogy a bűn elkövető szándékkal valahol közlekedő, vagy álló, vagy mozgó ember maga a megjelenésünk visszariaszt. Tehát nem követnek el büntetet. Tehát összességében, ha a külterületen egy lovas polgárőr megjelent, természetesen már volt rá példa, hogy lovas polgárőrök elfogást, illetve bejelentést és jelzést adtak, de relatíve az, hogy most konkrétan megfogtuk a tolvajt, vagy a megjelenésünkkel, vagy megjelenésükkel visszahátráltatják a bűn elkövetőt, szerintem nagyon hasznos, hogy vannak, és legyenek minél többen. A Várdombi Polgárőr Egyesület kapta idén az Év Polgárőr Egyesülete címet. Elmondásuk szerint azért, mert nagyon sokat dolgoznak, minden rendezvényen kint vannak. Így hálálták meg, mi nagyon sokat járunk rendezvényre, a környékbeli rendőrség, úgyhogy az elnök úr mondta, hogy nekünk kapcsolatunk van a megyei rendőrökkel, és ők tudják nagyon, hogy a Várdombra bármikor lehet számítani, Várdomb, Csillagár, meg Szekszárd, ez három egyesületekre bármikor lehet számítani, és szerintem a díj ezért érdemeltük ezt a díjat.